Nagyon motivált csapatot kaptam meg 2021. szeptemberében. Rövid ismerkedés után kiderült róluk, hogy nagy a tudásvágyuk, imádnak versenyezni és szerepelni, mondta el televíziónknak erős Edith tanítónő. Rövid ismerkedés után kiderült róluk, hogy nagyon nagy a tudásvágyuk, imádnak versenyezni, imádnak szerepelni. Meg is kezdtük a közös munkát, és azóta Mesés Négyes, Legendás Négyes, kalandorok, néven nagyon sok versenyen vettek már részt, a segítségemmel is természetesen a szülők támogató hátterével. Szeretném őket bemutatni, Birinyi Boglárka, Kis Lia, Nagy Dominik és Szabó Zsombor Sándor a legendás négyesünk tagjai, akik a e, együtt véghez vitt eredményeikről majd mesélni fognak büszke vagyok, hogy velük foglalkozhatok. Természetesen egyedül nem menne, hiszen kellenek a gyerekek és a szülők segítsége is, de sokat dolgozunk, és ennek az eredménye pedig az emléklapok, és ennek eredményeit az emléklapok és az oklevelek bizonyítják. Ők négyen most bemutatkoznak, de vannak még tehetségek az osztályban. Nagyon sokan sportolnak az osztályban, nagyon sokan olvasnak, az idén is rengeteg könyvet ajánlottak már egymásnak, az olvasó létrán versenyeznek egymással, hogy ki hány könyvet olvasott el. Ezen kívül rengeteg kreatív rajzpályázaton, alkotópályázaton veszünk részt, ahol szintén jó eredményeket érnek el a négybések. A négyes fogata többieket is húzza. Egymásra kölcsönhatással vannak. Nagyon várjuk már a Hortobágyi Nemzeti Park által kiírt e, csapatversenyt, és oda már e, több csapat is jelentkezett, e, illetve van e, online matematika verseny is, ahova szintén már a gyerekek e, csapatokat alkottak, és a, az ő sikereikből, illetve a saját e, eredményeikből építkezve már indulnak ezen a versenyen. Már második éve alkotunk együtt csapatot, mondta Birizló Boglárka. Már második éve alkotunk együtt csapatot. Az idén szeptemberben is elkezdtük a felkészülést. Nagyon szeretünk együtt dolgozni. Jó hangulatban, sok nevetéssel szokott eltelni a felkészülés. A fiunk nagyon viccesek. Az erős Lajos református iskola által megrendezett népmese napi versenyeztünk először együtt. Tavaly, és az idén is. Mindkét évben hatant meséből kellett, hogy felkészüljünk. Árulta el Bogi, akinek a kedvence a három király kisasszony gyűrűje mese volt. Egyéni mesemondón, szavaló versenyen, rajzpályázatokon és nyári olvasó versenyen is indult már. Kedvence az irodalom. Mesemondón, mm, szavalóversenyen, szavaló versenyen, rajzpályázatokon és nyári olvasó versenyen is. Kis Lia elmondta, a népmese verseny két fordulós volt. Ez a verseny két fordulós volt, az első fordulót az iskolában írtuk meg, mind az ötmesével kapcsolatos kérdések voltak benne. Egy lapukot is készítettünk, amire nagyon kellett figyelni, hogy ki ne hagyjunk valamit, meg hogy érdekes is legyen, mert azt is pontozzák. <kül> Harmadikban, meg negyedikben is maximális pont számot értünk el, ezért jutottunk a döntőbe. Harmadikba sajnos online volt megrendezve, de negyedikbe viszont ott láttunk személyesen és megírhattuk. Szerencsére mind a két évben első helyezettek lettünk. Sorolja a kis tehetség, aki egyéniben is szeret versenyezni. Nagyon szeretem a meséket, a könyveket, meg a verseket, és ezeket szívesen meg is tanulom. Az Amapet hirdette egy versenyt, ami szavalás és mesemondás. Mind a kettőre jelentkeztem, és első helyezést értem el. A, és nyertem szavalással a Gülbaba tűrbőjébe osztálykirándulást az osztályomnak. Én egy másik versenyről szeretnék beszélni, mondta Nagy Dominik. A Bolyai János általános iskolát rendezte ezt a versenyt. Ezen a versenyen szintén csapatban készültünk. A megyei körzeti fordulón második helyen végezünk, ezzel az eredménnyel bejutottunk a döntőbe. Nagyon sokat tanultunk a felkészülés során, rengeteg anyanyávi és helyesírási feladatot oldottunk meg, de voltak olyanok is, amelyeknél az olvasás órai ismereteket kellett alkalmazni, például versrészletek, meserészletek kiegészítésénél. Én csak sportolok egyéniben, a karcagi U11 foci csapatában sportolok, hetente háromszor járok edzésre, szeretem a csapatjátékot, imádok könyveket olvasni. A kedvenc könyvem az Egyropi Naplója, mert ö, vicces történetek vannak benne és izgalmas. Szabó Zsombor Sándor a Hortobágyi Nemzeti Park által rendezett nagyítóval és távcsővel elnevezésű versenyről nyilatkozott televíziónknak. Hortobágyi Nemzeti Park által rendezett nagyítóval és távcsővel elnevezésű verseny, amelyre tavaly is indultunk, és nagyon szerettük a feladatok megoldásait kutatni a interneten, könyvekben és határozókban. Árulta el Zsombi, akinek van egy cicája, akiről gondoskodik. Kedvence a matek, az olvasás, a környezet és a testnevelés.